Sokszor könnyebb volt kívülről nézni, és könnyebb volt leírni, úgy, mint hogy a kívülről látnám. És ezért talán úgy tűnik, hogy sokszor nem magamról, hanem mintha valaki másról írnék. Damásd, egy apró falucska a Börzsöny szívének jobb kamrájában. A szlovák határ közvetlen közelében fekszik, a Börzsöny hegyei által körülölelt völgyben. Véges vagyok a végtelen. Egy falu, aminek nagy része ma is erdőség, és mindössze 400 ember lakja. A falu, aminél nincs szebb és nyugodalmasabb az én szívemben. A falu, ahol megszülettem, ahová életem végéig tartozni fogok. Te őrzöl, tudom. Bársony tenyeredben. Folyója völgyének vadregényes szépsége nem csak felveszi a versenyt a varázslatos Dunakanyarral, jobb kamra lévén ő táplálja a vidék lélegzését, ő felelős a táj szívének erőteljes működéséért. Szüleimnek nem volt nehéz arra nevelniük, hogy természetszerető ember váljék belőlem. Ha neki bármi betegsége volna, a Börzsöny szívének gyengülő lüktetése az egész vidék tiszta lélegzetére kivetné fájdalmát. Életerős, gyönyörű, ismét fiatalodó és erőre kapó vidék ez. Őrzi jellegzetes észak-magyar és palóc stílusjegyeit, közvetlenségét, csendes nyugalmát, amelyekkel friss üdesség és nyitottság párosul. A vidék, aminek tiszta víz felszínén a történelem csapásai, sikerei és a jelen megnyugtató fejlődése tükröződik. A falu az Ipoly ködös völgyének erdős hegyoldalai, folyóvölgyei és bükkösei között rejtőzik. Ipoly Damást 1138-ban lett említve először írásos emlékekben. Itt azóta mindig lakták a települést. Ugye a trianoni békeegyezmény sajnos Szlovákiához csatolta Helenbát, ugyanis az Ipolyt határozták meg határfolyóként annak idején. Hát én úgy gondolom, hogy az Ipoly az összeköt bennünket, nem elválaszt, de hát ha egy hidat tudunk építeni rajta, azért az nagyon nagy könnyebbség. Ipoly Damásdon él egy család. Mint látni fogják, összetartásban, küzdeni akarásban, erőben és szeretetben bárki számára példaként szolgálhatnak.
Tomán Edina 22 éves koráig élte ebben a családban boldog életét. Majd 2003. decemberében olyan dolog történt, ami az egész életét megváltoztatta. Edina 2003-ban összeesett a metróban Budapesten. Testem minden sejtje tudta és várta a pillanatot, amikor ereimben a keringés elakad, szívem nem pumpál több vért és örökre elalszom. Én pedig ezt éreztem, és vártam csöndesen a halálra ítélt ember alázatos méltóság teljes nyugalmával. Tehát eddig tartott. Vége. 2003. december 22-én, karácsony előtt két nappal elájultam a metró aluljáróban. Mi pont Budapesten voltunk vásárolni karácsony előtt, mikor az Edina telefonált anyjának, hogy elájult a metró állomáson, azt hiszem a Dózsa-György úti metró állomáson. A házi orvos karácsony előtti időszak, majd foglalkozunk vele ugye januárban, jövőre. Nem akartak semmi rosszba belemenni, szerintem nem is tudtak mit válaszolni, hogy mi lehet ez igazándiból. A diagnosztika az nem mindenható. A diagnosztika, amikor valamit nem lát, az nem azt jelenti, hogy nincs, hanem még nem olyan érzékeny, hogy ki tudja mutatni. A Edina esetére visszatérve ilyen előzetes szűrővizsgálat rutinszerűen nincsen. Általában sehol a világon, Magyarországon sem. Ezzel a vérröggel a szívemben éltem 10 napon keresztül. És amikor elájultam a metróban, akkor ebből a vérrögből leszakadt egy darab, ami ezzelte a tüdőfőágat. Most ez ugye ez egy főági tüdőembóliát jelent, vagyis az egész tüdőm elzárolott, nem jött a levegő. Az, hogy ezt nem élte túl eddig senki, ezt a főági embóliát. Én viszont felálltam ott a metróban. El is halasztottuk a vásárlást, elmentünk az Edináért, hát igen-igen rossz állapotban volt. Hát ha már bementünk Budapestre, kérdeztük, hogy mire egy-két dolgot szeretnénk venni, ugye csak karácsony előtt volt a család, és ő be se jött velünk az üzletbe, csak ücsörgött kint a ilyen előtérbe, a áruház központba, és hazajöttünk, kérdezgettük, de pontosan előtte volt a házi orvosánál, és ő nem állapított meg EKG-n neki semmi különöset. Mint utólag kiderült, ott jó pár percig eszméletét vesztette, két idős hölgy fölsegítette őt, telefonált ugye, anyuékat hívta rögtön, és akkor ők pont egy karácsonyi bevásárlás alkalmával, hál' Istennek egyébként a közelben voltak, és akkor értesítettek. És akkor onnan egyenest haza, nem az, hogy kórház, valami haza. Hát ugye biztonságos meleg otthon, vagy nem is tudom, most ezen így lehet mosolyogni, nem, de végül is igazándiból nem is tudom, talán én is így csinálnám. De annak ellenére, hogy hazajöttünk, ott azért már ment az agyalás, hogy na itt valami gond van, tehát elájult, stb. Ugye mi még ott nem tudtuk, hogy mi történt, ezek utólag derültek ki ezek a dolgok, de hát ott azért már sejtettük, hogy gáz van. Úgyhogy apunak volt egyébként akkor pont egy ismerőse bent Pesten, és akkor ott már ment a telefon, menjünk be. Az apukája javaslatára bejött a szakrendelőbe, a lakatos doktorhoz, de ő akkor már, mivel ez egy karácsony előtti december 23-ai délutánon volt, ő már nem volt bent. Mi még a kórházi oldalon, a ultrahangban még ott voltunk néhányan az osztályvezetővel, és éppen ki akartuk kapcsolni az ultrahang készüléket, amikor kopogtattak az ajtón, és megjelent egy fiatal, nagyon szép lány, mosolyogva, és egy EKG-t lobogtatott a kezébe, hogy a szakrendelőből átküldték, hogy nem jó az EKG-ja. Én megrémültem, mert azon az EKG-re egy masszív tüdőembólia EKG képe volt. Amikor az ultrahang fejet rátettük a mellkasára, és megláttuk a jobb kamrába azt a nagy, majdnem 2-3 cm nagyságú trombus, akkor már tudtuk, hogy itt borzasztó nagy baj van, és nagyon felpörögtek akkor az események, hát ez természetes, úgyhogy megvolt az izotópos vizsgálata, megvolt a CT-je, és
hívtam a szívsebészeti klinikán a Moravcsik doktort, Gyöngy Tibor doktort, akinek a keze olyan, mint a neve, akik abban a pillanatban mentek vissza a klinikára, a műtőbe. Jött a rohamkocsi Juhász doktornővel, aki évtizedes jó barátom volt, és akkor köszöntem el Edinától úgy, hogy most megáll az idő egy picit. Leginkább úgy mind a ketten magunkba próbáltuk megkezelni. 2003. december 23-án a Tomán családban megállt az idő. Elkezdődött a harc Edina életéért. Elkezdődött a küzdelem az idővel. A helyet jéghideggé tette az orvosok tanácstalansága, a szülők fájdalomtól eltorzult arca. Gyöngy Tibornak hívják. Szívsebész. És ő volt az az ember, aki december 23-án este azt mondta, hogy igen, megpróbálja és megcsinálja azt, amit még senki. Ő azt mondta a szüleimnek a műtét előtt, hogy 2% esélyt lát arra, hogy én életben fogok maradni a műtét során. Azért mondott 2%-ot, mert előttem kettő embert műtött tüdőemboliával, de egyikőjüknek sem volt mellette szívtrombózisa. Tehát igazából ezt a 2%-ot ő valószínűleg megnyugtatásként mondta. Ott volt a szinte teljesen elzáródott tüdő, és ott volt a 2%-os túlélési esély. Tehát eddig tartott. Vége. A véremben keringő végzet ezt a napot várta 21 éve. Vártam már őt. Vártam, hogy megkérdezhessem, miért. Miért volt az én életem ilyen fájdalmasan rövid? Az egyik professzor olyan 4 óra elteltével kijött, és szinte őrjöngött, hogy valaki hozzon fényképezőgépet, mert ők még ilyet életükben nem láttak. Ugye amekkora vérrögöt vettek ki Edina szívéből, illetve a tüdejéből is, szinte ilyen centrifugális valami szorításokkal. És őt tudtuk megkérdezni, hogy hogyan áll a dolog, és akkor annyit mondott, hogy a másik prof az most már varja össze, a műtét sikerült, Edina életben van. Ez elkezdődött úgy 9 óra körül, és ha jól emlékszem, 1:30-kor ért véget. Hát az a 4-5 óra hossza, ha én ott nem mentem a kórházba, le a lépcsőn, ki az utcára, 10 kilométert, egy métert se. Borzalmas volt. Senkinek nem kívánom. Teljesen? Hát szerintem ezt még nem lehet feldolgozni. Tehát ezt most már tudok beszélni róla. Mert itt van, túl vagyunk rajta is, és minden nap látjuk őt, de ahogy beszélek róla, úgy kezd visszatérni minden, és az egyre rosszabb. Tehát nem szívesen beszélek erről az egészről, nem is beszéltünk róla túl sokat, sőt, szinte egyáltalán. Az orvosok, akik ezt a műtétet végezték, az életemet mentették meg. Ez a műtét december 24-én, szenteste reggelén volt. Ez egy közel 6 órás műtét. Ezek a nyitott szívműtétek általában úgy kezdődnek, hogy tehát lehűtik az embernek a testét. Az én esetemben leállították a keringésemet. Ez azt jelenti, hogy ezekre az órákra beállt a klinikai halál, tehát nem működött a szívem, nem működött a tüdőm. Gépek keringették a vért a testemben. Ott voltam én mindenhol, és mégis sehol. Ez a halál lényege. Arcokat láttam, a szüleim arcát, és hangokat is hallottam. De mindez már értelmetlen volt.
szoba elsötétült, az ajok elhalkultak. Ájulásom óta most éreztem először nyugalmat. Csendes békességet. Nem számított többé, hogy ott fekszem mozdulatlanul, ruhátlanul, vérröggel a szívemben és a tüdőmben. A gépek éles sípolása sem volt már félelmetes. Csak azt tudtam, mindennél erősebb bennem az érzés, hogy élni akarok. Hát a műtét során először a szívemet nyitották fel, a szívemből kikaparták a diónyi vérrögöt, és aztán pedig a tüdőt vágták fel, és próbálták kitisztítani a keringést, de itt olyan iszonyatos mértékű vérrögök voltak lerakódva a tüdő artériákban, hogy vannak részei a tüdőmnek, amik elhaltak. Tulajdonképpen, ahogy az orvosom mesélte, kivették a tüdőmet, és mint a vizes ruhát kicsavarták belőle a vért, ahonnan kijött. Ahol ott maradt, azok a tüdőrészek a mai napig ott vannak, de nem működőképesek. És amikor mindezekkel végeztek, leállították a szívmotort, és visszakapcsolták a szívemet. És ezt nagyon szokták mondani az orvosok, hogy ez egy nagyon különleges pillanat, amikor újra dobban a szív. Amikor lekötik a szívmotort, és akkor vagy újraindul, vagy nem. És az én szívem azonnal újraindult. És utána intenzív osztály hosszú hetekig. Mindjárt másnap bemehettünk különféle maszkokba, de egy-egy percre. 5 hét. Túlságosan nagy időnek tűnt. Túl sok minden történhet 5 hét alatt. És túl sok mindenre elég ez az idő. Elég a megszokásra és az elengedésre. Az elfeledésre. Elég a távollét beivódására. Olyan érzésem volt, mintha az otthonom elfeledett volna. Mintha elfeledtek volna az orgonafák a kertben, a kerítés oszlopai, amelyeknek üreges csöveit gyerekkoromban teleraktam apró kövekkel. Mintha elfeledtek volna az orgonafák a kertben, mintha csodálkozva néznének rám a kerti kútdeszkái, a kiskert hófőtte virágai, a kerti csap. És a kutyám is. Szép klinika, rehabilitáció. Hát ezek hosszú hónapok voltak. Fizikálisan is, és főképpen mentálisan. Ez egy óriási nagy szerencse volt. Szerencse volt, hogy én oda kerültem, ahova. Tehát nagyon sok olyan körülmény volt, ami a szerencse. Az, hogy rendeltetésem van, az egy értelemszerű dolog, az a véleményem, tehát főleg az elmúlt évek történései után. Viszont nagyon fontos dolognak tartom, hogy nem kizárólag magamnak köszönhetem azt, hogy én most itt vagyok. Persze én is megvívtam a magam harcát, de ez egy nagyon összetett dolog, tehát nagyon sok ember volt mellettem, nagyon sok ember segített, nagyon sok ember volt, nagyon sok körülmény volt, akik nélkül én most nem lennék itt. Edináról a kórházban nem készült fénykép. Senki sem akar olyasmit lefényképezni, amire nem akar emlékezni. Tomán Edinának csekéke esélye volt, de túlélte. Erős szervezete heteken keresztül harcolt az életért, olyankor, amikor a józanész feladta volna, harcolt minden egyes lélegzetért. Ösztönösen harcolsz minden egyes levegővételedért, és azért, hogy a következő percben is életben legyél. A kitartás mindenható. A harcot megnyerte. De élete végéig viselnie kell a történtek következményeit. A mellkasán és a lelkében örökre ott marad a műtét nyoma. Felmerül a kérdés, mit is vág át a szike?
Szóval ő azért azóta megváltozott. Ő azért egy jóval érzékenyebb ember lett, szerintem szó szerint sérült a szíve is. Nem csak felvágták és fizikailag, hanem azért én szerintem neki a lelkét is keresztbe vágták. Egy nagy ember a közelmúltban azt mondta, ha elmeséled az álmodat, kinevetnek. Ha megcsinálod, irigykedni fognak. Edina a műtét során elveszítette tüdejének egy részét. 22 évesen 67%-os rokkantán nyilvánították. Egy nyitott szívműtét minden súlyos következményét viselve döntötte el. Ismét futni fog. 5 hónappal a műtét után futócipőt húzott. Mindent le tudtam győzni. Le tudtam győzni a gyilkos vérrököket. Le tudtam győzni a levegőtlenséget. Le tudtam győzni a halált. És le fogom győzni a távolságokat. Ismét le fogom győzni a távolságokat. Futni fogok. Futnom kell, hogy élhessek. A műtét után nyilván azt mondták nekem, hogy nem futhatok többet. De igazából semmit nem tartottam be a rehabilitáció alatt, így ez sem. És körülbelül fél évvel a műtét után kezdtem el futni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 10 métert tudtam megtenni. De egy évvel és 2 hónappal a műtét után én már félmaratont futottam. Az a futás a gyalogláshoz képest, amikor ez a szakma, amikor már van úgynevezett repülőfázis, tehát az ember elhagyja a földet. Tehát van egy olyan lépés benne, amikor egyik lába sincs a földön, hanem a föld felett. Ez a futás. Ez különbözteti meg egyébként a gyaloglástól, a távgyaloglástól, amikor egyik lábnak mindig a földön kell lenni. Tehát mi elszállunk. Tehát egyrészt én felfogom józan észre, hogy kell a kilométer a lábamba, másrészt pedig élvezem azt, hogy egyre többet tudok futni. Élvezem azt, hogy gond nélkül le tudok futni 60 kilométert. Élvezem azt, hogy részt tudtam venni egy 12 órás futáson. És élvezem azt, hogy egyre távolabb tűnik a határ. A fájdalom és a küzdés rabja vagyok. Futok, mert szeretem. Jobban, mint bármi mást a földön. Futok, mert ilyenkor egyedül lehetek. Mert rajtam kívül senki nem érti, miért teszem. Futok sírás közben, vagy sírok futás közben. Futok, ha szerelmeskedni akarok, és futok, mert azt akarom, hogy fájjon. Futok, mert belefáradtam az életbe. És futok, mert azt mondják, lehetetlen. Futok a határaimért. Az egyre erősebb fájdalmakért. Roppant határozatlan vagyok. Viszont erő nélkül ez az egész nem menne. Hogyha nem volnék erős, akkor ebből az egészből nem tudtam volna kijönni. Ha nem volnék erős, akkor nem futnék ultramaratonokat. Ha nem volnék erős, akkor nem tűztem volna ki magam elé olyan célokat, amilyeneket. Azt gondolom, hogy engem az éltet, hogy erős vagyok. És egyre erősebb akarok lenni. Nem lehet, hogy kétféle magányos ember létezik? A sikeres és a sikertelen. Már kiskorban sem, iskolás korában sem nagyon kereste a társaságot. Azért történt velem ez az egész, mert a sors azt akarta, hogy én más legyek. Egy évvel a műtét után lefutotta első félmaratonját. 2011-ben az első maratont, majd a maratonnál hosszabb távokon kezdett versenyezni. Futott 6 órát, majd 12-t, futott 100 kilométert, és 4 nap alatt 200-at. Állt dobogón, és előkelő helyen szerepelt a világranglistán. Egyre több nő fut. Most már kiderült, hogy ők sokkal álhatatosabbak, mint a férfiak. Ha egy nő elkezd futni, ő nagyon komolyan gondolja. Hogyha komolyan gondolja, akkor a célja is egészen komolyan képes nagyon-nagyon sokáig kitartani a céljai mellett. 2012-ben egészen az olimpiáig jutott. A londoni olimpia megnyitója előtt
a magyar fáklyafutók egyike volt. Nem is igazán értette, hogyan került oda, egyszer csak ott volt. Az, hogy ő viszi az olimpiai lángot, az egy akkora hatalmas dicsőség, nem csak az ő számára, hanem a település számára is, hogy én merem azt állítani, hogy itt a környékben nincsen olyan típusú sportoló, aki ilyen hatalmas dologgal büszkélkedhet. Pontosan tudtam, hogy ez nem sportértéke lesz ennek a dolognak, hanem eszmei. És ami az érdekesség ennek a dolognak, hogy én 600 métert futottam a lánggal. Igazából nem magyarázták semmivel. Aznap a fáklyafutás reggelén a szervezők megkérdezték tőlem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha 600 métert kellene futnom. És akkor én hát nyilvánvalóan én nagyon örültem, mert de úgy is terveztem, hogy én le fogom gyalogolni ezt a 300 métert. Nagyon sokan viccelődtek velem itthon, és mondták, hogy Edina, ezt neked gyalogolnod kell. Tehát annyit futsz, hogy ezt a 300 métert, hogy minél lassabban teljen, ezt neked gyalogolnod kell. És el is terveztem, hogy én akkor tényleg ezt gyalog fogom megtenni. És amikor megtudtam, hogy 600 méterem lesz, tehát kétszer annyi távot megtehettem a lánggal, mint a többiek, akkor így ilyen kis vegyesen, tehát volt, hogy futottam, volt, hogy sétáltam vele, és így elég hosszúnak tűnt ez a 600 méter, és nagyon, nagyon jól esett, hogy én egy picit többet kaptam ebből, mint a többiek. Az élet különféle területein mutatott már fel olyan teljesítményt, és olyan fizikai, szellemi és emberi nagyságról tett tanúbizonyságot, amelyre megint csak azt mondom, hogy mindenképpen büszkék kell, hogy legyünk. Az emberi teljesítőképesség egy nő teljesítőképességének az elvárott határán már régen túl van, amit Edina csinál. Semmi nem az, aminek látszik. Mindennek megvan a maga kis oka. Edina féltüdővel fut. De egy ekkora trauma utáni élni akarás. Elég lenne ehhez? Majd hátul jössz, és nem szólsz egy szót se, vagy éjszaka, és nem látlak én se. S a csönd szaga, és holdár az éjben, s a sóhajod, s egy tulajdonképpen. Megígért, megígért zuhanás. Fölszállsz a fénybe, vagy elmaradsz a feketeségben, de meg lehet, hogy tulajdonképpen te áradsz szét az összes égben, te megtalált zuhanás. Férfi még, de ezt már nem értem, hogy kerülsz, ha fent vagy az égben ebbe a képbe, mely tulajdonképpen egy halálos, halálos zuhanás. Magasan, ahol nincs már semmi, én ott akarok még veled lenni. Nézni egy tengert, nézni egy földet, s hogy melyikünk halott, arca a zöldebb, s kié, vajon kié, ez a megígért
megtalált zuhanás. S hogy ki, vajon ki? Ez a zuhanás. Szólsz egy szót se, vagy éjszaka, és nem látlak én se, s a csönd szaga, és holdár az ében, s a sóhajod, s egy tulajdonképpen megtalál, megtalál zuhanás. ...2012 nyarán tudta meg, hogy az elemi erejű motivációjának mi is a valódi neve. Határvonal. Angolul borderline. Igazából nagyon sok oka lehet ennek az egésznek, hogy ezt mi váltja ki. Az én esetemben ez nem derült ki egyelőre. Annyi biztos, hogy tehát a nagyon korai gyerekkorban torzul el, vagy ferdül el, vagy áll valamilyen gátlás a személyiség fejlődésének útjába. Most itt is a személyiség ugye több dologból tevődik össze, tehát az én esetemben annyit tudunk, hogy az érzelmi, tehát az érzelmi életemben történhetett valami, ami olyan 2 éves korom magasságában egy gátat szabott, és én ott rekedtem meg azon a szinten. A neurózis és a pszichózis határa. Gyermeki kapaszkodás, gyermeki lélek, magányosság és elszigetelődés, vagy annak állandó érzete. Kuritárné dr. Szabó Ildikó a borderline legelismertebb szakértője Magyarországon. Egy a szakterületére nézve is jelentős könyvet írt a tünet együttesről. Borderline személyiségzavarnak pontosíthatjuk, és ez egy hivatalos pszichiátriai betegség a személyiségzavarok csoportjában. 10 specifikus személyiségzavart különböztetünk meg, és ezeknek az egyike, a borderline, egy súlyos személyiségzavar, aminek igen sok tünete van. Téves valóságérzékelés, önbüntetés, önkárosítási, öncsonkítási hajlam. Szinte állandó bűntudat. Állandó függőség, néha agresszió, esetenként halálvágy. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság szerint a borderline személyiség zavar kezelése a legbonyolultabb feladat, amivel egy szakember munkája során találkozhat. A borderline zavarral küzdők rendszeres, nem ritmikusan jelentkező agresszív rohamokat szenvednek el. Szaknyelven acting out. Az a lényeg annak az állapotnak, hogyha milyen vagyok, hogy tehát nem látok kiutat. Abszolút nem látom. Nem fogom fel azt, hogy holnap egy új nap lesz, és lehet, hogy jobb lesz. Tehát én ezt nem látom. Én csak azt látom, hogy most rossz, és akkor tehát én olyankor a világot magát tudatosítom abban az állapotban. Nyilván ennek súlyossági fokozatai vannak, tehát van, amikor szimplán egyedül akarok lenni, és nem vagyok kíváncsi az emberekre. Van olyan, hogy le kell vezetnem agressziót, feszültséget, ami bennem van, ilyenkor például elmegyek futni. A borderline a szociológia területét is érinti. Dr. Fábián Gergely a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskola szociológus dékánjának is van rálátása. A dékán igyekszik könnyedén fogalmazni, de nincs könnyű helyzetben. Alapjában mivel olyan családi hátteret kell feltételezni ilyen esetekben,
hiszen az okok között azért akár genetikai okok is szerepelhetnek, de olyan típusú családi zavart, funkciózavart, ezt el lehet kezdeni a válástól legkülönbözőbb családi problémákon át, ami kisgyermekkorban, és ez a fontosabb hatás, kisgyermekkorban okoz esetleg olyan traumát a gyerekeknek, amiből borderline személyiségzavar csak később fog kialakulni. Nagy valószínűséggel ez előjöhet tinédzserkorban, tehát a 14-18 éves korosztálynál már lehet tapasztalni borderline személyiségzavar, de nem az okok között nem a tágabb társadalmi környezet áll, hanem a szűkebb családi környezet. Igaz, a családi környezet az úgy működik, ahogy a társadalom működik. Tehát ha egy nagyon zűrzavaros, mondhatnánk azt, hogy anómiás vagy értékzavarokkal terhelt társadalomban élünk, akkor ezt a család is meg fogja sínleni. Tehát gondoljunk arra, hogy 80-100-150 évvel ezelőtt, ami nem egy nagyon hosszú idő, azt mondom, hogy egy emberöltő. A család az egy nagyon masszív alapja volt az európai társadalmaknak, ma az egyik leginstabilabb szerkezeti eleme a társadalomnak. A diagnózis megállapítása klinikai osztályokon előre meghatározott nemzetközi betegségosztályozási rendszerek diagnosztikai kritériumai alapján szakember által történik. A jelenlegi ismeretek szerint a borderline nem örökletes. Környezeti kiváltó okai vannak, nem az elszenvedő hibája. Kisgyerekkor és a kamaszkor vége előtt alakul ki, de csak 20 éves kor felett azonosítható. Noha a diagnózisa egyértelmű, a film elkészültéig a pszichiátere nem tudta a kiváltó okot behatárolni. Tománéknál sem történt olyan tragédia, vagy szociális traumát kiváltó esemény, ami ezt igazolná, rendezett, összetartó családjuk. Akiknél nincs trauma, azoknak egy része valószínű neurobiológiailag sérülékenyebb volt, és kisebb környezeti ártalomra is erőteljesebb reakciót produkált. Edina kínjait tehát nem Ipoly Damást szülte. Edina a legnagyobb ismert traumáját pedig 22 évesen szenvedte el, ez viszont túl van a borderline ismert kialakulási idején. A zavart biológiai, szervi rendellenességre jelenleg még nem sikerült visszavezetni. A borderline zavarral küzdők egy jellemző vonása, hogy érzelmileg egy kisgyerek szintjén állnak meg. Nem lehet mindenhez felnőni, elég, ha végigcsináljuk. Edina pedig fut, ír, tanít, és 2013. októberében fotózni kezdett. Saját bevallása szerint egyre ellenállóbban kezeli az agresszív rohamait, mégpedig úgy, hogy egyszerűen csak kivárja a végét. Egyszerűen csak nem tesz semmit. A hibás valóságérzékelés miatt ilyenkor nem tudja, ki is ő, és melyik a valódi énje. A kitartó, kedves sportolónő, író, fotós, vagy a dühöngő démon? Fogalmatok sincs arról, hogy a fájdalomtól való függésem egy feneketlen kút. Épp úgy, mint a szeretettől való függésem. Magzati testhelyzetben fekszem a konyha hideg csempéjén mesztelenül. Barna bőröm a világos csempén olyan lehet, mint sártócsa a koszos havon. Zokogok és képtelen vagyok abba hagyni. Fáj a létezés. Fájnak a gondolatok. Fáj minden, ami körülvesz, és minden, ami belülről feszít. Nézem mesztelen lábamon a puha pihéket, a fájdalomtól érintetlen bronz vakúságot. Tökéletes fénylő vászon a műalkotáshoz. Csodálatos, ahogyan szögegyenes vonalban serken ki a fénylő vörös folyadék a húsból. Csodálatos, hogy a szívfájdalma a vérserkenésének pillanataira homályba vész és elviselhetővé válik. Nem elég, amit kapok, akkor sem, ha ez már mértéktelen. Még többre, sokkal és még annál is többre szomjazom. Senki, még én magam sem tudhatom, milyen sokat fogok még követelni, mind fájdalomból, mind szeretetből.
akik a szeretetem akarják, éppen úgy kell szenvedniük, ahogy én szenvedek, amikor apuk kizárólagos, a mindenséget jelentő szeretetét nyeli el feneketlen kutam. Soha senki nem is képzelte, mit és mennyit kell majd tennie azért, hogy ezt a feneketlen kutat megtöltesse. Elképzelni sem tudom, mennyi szenvedésükbe fog kerülni, amíg képes leszek hiánytalanul boldognak érezni magam. Akaratomon és tudtomon kívül kínzom meg őket annak érdekében, hogy megtudhassák, mennyi maradt meg bennem abból az emberből, akit ők valaha is elképzeltek maguknak. Annak ellenére is, amennyi szépséget kaptam tőlük, mert gyűlölöm őket azért, mert maguktól nem tudják azt, hogy az én feneketlen kutamat ők soha, de soha nem lesznek képesek megtölteni. Ez egy skizofrén neurotikus rokonvonás, de mégsem az. Előfordult már, hogy borderline zavarral küzdőt félrekezeltek, és skizofrénia diagnózissal gyógyszerezték. Edinával nem ez történt. Igyekszik olyan életet élni, hogy a sportolót és írót művészt lássák benne, ne egy olyan embert, aki személyiség zavarral küzd. Ott van mögötte a családja, neki szerencséje van. Edinának napjainkig két könyve jelent meg. A Szívtangó és az Amikor megállt az idő. Edina a könyveivel vissza akarja adni az emberek elveszett hitét, erejét és akaratát. Jelenleg harmadik könyvén dolgozik. Szóval Edina 2013 őszén vásárolt egy fényképezőgépet, úgy érezte, a fotózás olyan nyelven szólaltatja meg a látásmódját, amit eddig nem mutathatott meg. A borderline szindrómában szenvedők jelentős része magas intelligenciával rendelkezik, ami általában tehetséggel párosul a képzőművészetek, az irodalom vagy a sport terén. Nem csak Edina szélsőséges, mert ez bizony akárhogy is nézzük, tágfogalom. Gyulai Attila László képzőművész Budapesten él. Neki is megvannak a maga, néha nem is olyan kicsiny szélsőségei, hangulatváltozásai. Tehát azért valahol művész ember vagyok, igen, tehát sokkal lőre szélsőségekkel, ingadozok érzelmileg, csillcsapolyok, vagy nagyon lendületes, vagy nagyon morózus, tehát ilyen csapongó. Hát és ezt nyilván nehéz tolerálni. Hát 20x éve óvónő gyerekekkel van. Tehát benne az alázat, ide szép szó, tehát benne megvan az az alázat, hogy úgy tud elfogadni, ahogy vagyok. És nem illet kritikával, hanem egyszerűen ahhoz asszisztál, amit én csinálok. És neki az úgy jó, és nem szól bele. Gyulai Attilán láttuk, hogy ahogy ő mondta, a csélcsapsághoz nem is kell borderline-osnak lenni. Ő amolyan igazi művész, hát szélsőségei kórkép nélkül is akadnak bőven. Olyanok, akik valami igazán kiemelkedőt mutattak fel az életükben, nem valami szélsőségben tették ezt? Én nagyon apró dolgokban belelátom az egész világot, és akkor, tehát amikor én valami nagyon picike dolognak örülök, akkor az úgy rögzül nálam az az állapot, és nem gondolok arra, hogy ez majd lesz rosszabb, meg hogy ez lehet rosszabb, hanem csak azt látom, hogy most minden szép és minden jó. És akkor mindenkit imádok, mindent szeretek, szeretek élni, szeretek mindent csinálni. Tehát amikor fent vagyok, akkor csak is kizárólag pozitív ingereim vannak. Viszont amikor lent vagyok, akkor csak negatívok. Tehát olyan nincs, hogy pozitív is és negatív is van. Olyan abszolút nem működik. Fel kell tenni egy egyszerű kérdést. Mi, akiknek szintén megvannak a saját szélsőségeink, nem lehet, hogy kicsit mindannyian borderline-osak vagyunk, és a tényleges, kimutatható diagnózis csak egy magasabb fokozat? Azt gondoljuk, hogy az egészséges és a beteg az nem két különálló kategória. Noha most éppen kategoriális rendszerbe osztályozunk, de hogy sokkal inkább dimenzionális természetű az egészség és a betegség, vagy kontinuum természetű. És azok, akik igazán betegek, azok a kontinuumnak a szélső pontjait foglalják el, és az egészséges az többféle szélesebb sávon variálhat. Tehát ilyen szempontból igaza van, de egyébként azért azt gondolom, hogy a szélsőség mellett
azért más dolgok is jellemzőek a borderline-okra, tehát egy csomó érett funkciónak a hiánya jellemző rájuk, ami akadályozhatja, hogy a meglevő képességeiket valóra váltsák. A film még készült, amikor Edina egy a borderline zavarral küzdők segítésével foglalkozó szervezet létrehozatala mellett döntött. Határvilág alapítványnak nevezte el. Talán elszakadok attól, hogy tudományos módon vizsgálja az ember, hogy ez nagyon pozitív lehet, mert ha más nem, de abban segít, hogy a többiek is ilyen nyíltan és őszintén felvallalják az állapotokat, a személyiségzavart, vagy eltanuljanak egymástól technikákat, hogyan lehet kezelni azokat a nagyon nehéz periódusokat, amikor éppen ártana önmagának, vagy agresszív lenne a környezetével szemben, akkor már megérte egy ilyen csoportot összehozni. Szakember nélkül nem tartanám szerencsésnek. Tehát azt hiszem, hogy szét kéne választani a dolgot. Interneten például levelezni, tájékoztatást nyújtani, valami összetartó erőt képviselni, információt megosztani, az egy jó segítség lenne a szenvedésükkel való egyedül léten sokat oldana, de azt, hogy főleg, hogyha szakember az nem vezeti ezt a dolgot, hanem nem tudom, hogy akkor milyen szerepben van, ez pusztán, hogy borderline betegek összejönnek, tartok tőle, hogy ebben legalább annyi a rizikó, mint amennyi a segítség. Ti, borderline-osok, a film és Edina történetében ne valami mumust lássatok, hanem megoldást. Nem egyedül vagytok. Egy egész világ áll ki mellettetek, ha felmeritek vállalni, amitől szenvedtek. Többé nem lesztek, nem lehettek egyedül. Nagyon, de nagyon sokan vagytok, és nem tehettek arról, ami vagy aki valaha eltalált, bántott titeket, vagy amitől ennyire féltetek. A borderline-osok saját bevallásuk szerint sosem, vagy ritkán sírnak, inkább elnevetik a fájdalmaikat. Annak a tudatosodása, hogy én egy ilyen személyiségzavarral rendelkező ember vagyok, ez egy viszonylag új keletű dolog. Tehát ez nem olyan régen lett nálam diagnosztizálva. Nyilván amióta tudatos vagyok ebben az egészben, tehát tudom, hogy ki vagyok én, tudom, hogy én miért vagyok más, mint a többi ember, és tudom, hogy mi milyenek vagyunk, azóta nyilván másképpen nézem a többi embert is. Ti, akik olyan szélsőségesek vagytok, legyetek a saját életetekben bármilyenek is, lehet titeket csodálni, szeretni is. Ahogy bárkit is, aki valamely szerethető hivatásba öli a hiányai, lelki vagy fizikai sebei által kiváltott feszültségét. Soha senki nem is képzelte, mit és mennyit kell majd tennie azért, hogy ezt a feneketlen kutat megtölthesse. Edina egész életet él. Minden nyitva van előtte, amire vágyik. Ahogy ő is teszi, ha másképp nem megy, fussatok, írjatok, fotózzatok, vagy ami jó hivatás, amit találtok, ami nem árt nektek vagy senkinek. Edina őszinte, ti nem lehettek azok? Ő megtalálta az útját, de nektek, másoknak és magatoknak, ahogy mi magunknak is vagyunk, ahogy a saját életünket láttuk, Edina akár a szinte fél tüdejével, nincs neki egész élete? Ahogy bármelyikünk hazamegy azzal, amilyen van, és amit átélt. Vagy egyszerűen csak hazafut. Ez egy nagyon jó dolog egyébként, hogy ő így valamihez ragaszkodik, mindenki ragaszkodik valamihez, ő a futáshoz. Majd a hétköznapokban tovább fut a Damásdi erdőben, a lőrinci szacpályán, átszakítja a maratoni célszalagot, körbefutja a Balatont,
vagy végig gyötri magát a 220 vagy 246 kilométeres ultramaratonon. Most mondhatnánk, sorolhatnánk ennek az egésznek a negatív oldalát, de azt is el kell mondani, hogy itt azért pozitívumok is vannak. Nem lehet, ha valaki nem élte meg az életét annak összes magasságával, mélységével. Nem lehet, hogy számára az élete csak egy fél lélegzet. Hazamegyek így. Te meg velem.
csak nem.